Tessék, ezt pont te csináltad tavaly. Tényleg. Fényfűzérek, homlokzati dekorációk, diótörő fesztivál. A karácsonyi hangulatú előadásokon kívül csodás dekorációkkal is készült az opera az adventi és karácsonyi időszakra. Évről évre egyre szebb, tanulunk folyamatosan, tapasztalatokat gyűjtünk, és mindig van minden évben valami újdonság. Az Eiffel műhelyház épülete meleg ünnepi fényeket visel, a bejárat előtt és a mozdonycsarnokban felállított hatalmas fenyőfákon pedig különleges díszek lógnak. Magyarország legnagyobb porcelán manufaktúrájából érkeztek ezek a kézzel festett csészék, egészen pontosan 500 darab került fel a fára, kint pedig 100 darab kézzel festett diótörő figura a dísz a mézes kalácsok mellett. Ezek mind az opera festőműhelyében készültek. Hát először is megtervezi valaki, nagyon szépen, nagyon ügyesen, és akkor ez az elkészítése mindig a szobrász feladata. Az asztalosoknak van egy olyan feladatuk, hogy egy alapot készítenek be ehhez fából, és akkor van egy nagyon jó szerkezetünk, ami készít egy úgynevezett műanyag leszívást, ez egy ilyen vákumozó gép, és azt összeragasztjuk, egy szép ilyen féldombor művet kapunk, és akkor a festők ezt gyönyörűen kifestik. Az itt készült díszekre oldószermentes akril alapú festék és lakrétek kerül, mely időtállóvá és olykor megtévesztően élethűvé is teszi őket. Volt év, amikor olyan mézes kalácsokat csináltunk, amit úgy találtunk meg, hogy bele volt harapva. Tehát nem hitték el, hogy nem igazi. Minden személyessé válik, amit festek valójában. És valamennyire nyilván bele is éli magát az ember, meg sokszor az ember festés közben ugye az arc mimikájával le is követi, amit csinál. Vagy a kézmozgáshoz így kihat a mimikára is, úgyhogy ilyen szempontból igen, az embernek így bele kell magát élnie minden szituáció, minden figurába. Kezmei értéke van főként, meg ugye a feszített évad során, hogy a kollégáink időt tudnak szánni arra, hogy fánként 100-100 díszt elkészítenek, az is időigényes feladat. Az Erkel Színház dekorációját a karácsonyi időszakban népszerű diótörő mesebalett ihlette, melynek szereplői a hirdető oszlopokban és az épület homlokzatán is felbukkannak. A látkép pedig tovább bővül, a színház bejárata elé települt diótörő fesztivállal. Mindenki a csodájára jár, tehát volt számos filmforgató stáb, aki megkeresett minket, hogy akár kölcsönözni egy forgatáshoz, vagy felkért minket arra, hogy szervezzük meg az ő adventi karácsonyukat is, mert hogy annyira mesebeli, meg annyira egyedi a házikó, úgyhogy mi is nagyon szeretjük. A kreatív megoldások, a fények játéka, az újítások vagy éppen a hagyományok mind hozzátesznek ahhoz, hogy az opera ünnepi dekorációja elérje a célját. Szeretetteljes, emlékezetes, meghitt látványt teremtsen.